A mai alkalommal a gazdasági megújulásról és ebben a keresztény értékek szerepéről szeretnék beszélni. A nemrég megtartott budapesti nemzetközi eucharisztikus kongresszus sok-sok erkölcsi, lelki, szellemi impulzust, élményt nyújtott mindnyájunknak, akik részt vettünk a felemelő és lélekmegújító eseményen. Adja jó Isten, hogy a kongresszus egy olyan tartós megújuláshoz vezessen, erkölcsi, szellemi, lelki megújuláshoz, amely társadalmunkra is kihat, sőt, még a gazdaságra is. A lelki gazdagodás egyben kovász a társadalom megújulásban is, és még a gazdaságra is úgy hat ki, hogy egy emberibb, embert jobban szolgáló gazdaságot kell és szeretnénk építeni. A mai alkalommal arról gondolkodjunk közösen, hogy megújítható-e a gazdaság, a szociális piacgazdaság, és mi ebben a keresztény gyökerek és értékek szerepe. Három részre szeretném mondani valómat. Az egyik, hát miért van szükség a szociális piacgazdaság megújítására, megújítható-e, és melyek ezeknek a tényezői, és harmadszor egy kis kitekintő összefoglalást arról a végén, hogy melyek a mi kilátásaink, a magyar gazdaság merre halad, és itt is várható-e egy gazdasági megújulás tartós, finanszírozható és fenntartható módon, ahogy a gazdaságban, elemzésekben ugye mindig szokott szerepelni. Induljunk ki abból, hogy a szociális piacgazdaság egy olyan társadalmi és gazdaságpolitikai eszmerendszer, illetve eszme és rendszer, amelynek alapvető célja, hogy szabad kezdeményezésen és versenyen alapuló gazdaságot építsen, és a gazdasági teljesítménnyel megalapozott, biztosított előrehaladást érjen el. Ez Müller Ármaknak, a katolikus közgazdásznak a klasszikus megfogalmazása még az 1940-es évekből. Igen ám, de manapság éppen ezek a pillérek kerültek veszélybe, sőt, immár hosszabb ideje erodálódnak. Hát miről is van szó? A szabad kezdeményezésnek egyre több akadálya van, egyre több és egyre erősebb túlerővel rendelkező szereplő. A belépéshez, piacra lépéshez szükséges tőkeerő nagyon megnőtt a legtöbb területen. A verseny sokszor eltorzul nemzetközi szinten a szereplőknek, a multiknak a túlhatalma miatt, és a gazdasági szerveződés erőfölénnyel való visszaéléssel. És a teljesítmény ugyan növekszik, és ez fontos, de az is fontos a másik oldala, hogy az eredményeit miképpen használjuk fel, jóra vagy rosszra, a társadalom építésére, vagy éppen romboló erőkre, fegyverkezésre és a háborúk pusztításaira. A szociális piacgazdaság hangsúlyosan épít, és kellene ma is építenie a szubszidiaritás és a szolidaritás keresztény alapelveire. Ezeket a katolikus jezsuita teológus Alfred Nell Breuning dolgozta ki, és az ő nyomán nemzetközi síkon először 11. Pius pápa 1931-ben kiadott Quadragesimo Anno enciklikájában szerepel, amely nevében is utal arra, hogy folytatja 13. Leó pápának 1891-ben kiadott Rerum Novarum című első enciklikáját. De visszatérve a két fogalomhoz és annak mai érvényesüléséhez. A szubszidiaritás a kölcsönös kisegítés elvét tartalmazza, körülbelül így foglalhatnánk össze magyarul, és a keresztény személyiségre épít, az egyénre, a családra és a kis közösségekre. Szolidaritásra pedig akkor van szükség, amikor gondoskodni kell a közjó érdekében a társadalomban a jövedelem újraelosztásról, a közszolgáltatások finanszírozásáról és a még vagy már önmagukról gondoskodni nem tudókról. A nyugdíjfinanszírozás természetesen nem segélyezés, hanem megszolgált jog, és a nyugdíjjárulékok, illetve adók befizetésén alapul. Az ezzel kapcsolatos igazságossággal, a nyugdíjfinanszírozással Botos Katalin, Botos József és Kopp Mária részletesen foglalkoztak, és sokan mások. A szubszidiaritást a következőképpen fogalmazza meg, nagyon érdekesen,
XI. Pius pápának az említett enciklikája, a Quadragesimo Anno. Szó szerint idézem, a társadalomelmélet szilárd és örökérvényű elve az a rendkívül fontos alapelv, amelyet sem megcáfolni, sem megváltoztatni nem lehetséges, ez így szól, amit az egyes egyének saját erejükből és képességeik révén meg tudnak valósítani, azt hatáskörükből kivenni és a közösségre bízni tilos, épp így mindazt, amit egy kisebb és alacsonyabb szinten szerveződött közösség képes végrehajtani és ellátni, egy nagyobb és magasabb szinten szerveződött társulásra áthárítani jogszerűtlenség és egyúttal súlyos bűn, a társadalom helyes rendjének felforgatása, mivel minden társadalmi tevékenység lényegénél és benne rejlő erejénél fogva segíteni, szubszidiálni köteles a társadalmi egész egyes részeit, ellenben soha nem szabad bomlasztania vagy bekeveleznie azokat. A Quadragesimo Anno 79. pontja. Kicsit hosszú volt az idézet, de nagyon jó rámutat arra, hogy az öntevékenység, a kisebb közösségeknek a szerepe nagyon fontos, és tőlük nem szabad elvenni, elszakítani azokat a jogaikat és tevékenységeket, amelyet ők maguk tudnak a legjobban ellátni. A szubszidiaritás mellett szolidaritásra is szükség van, hangsúlyozza a 11. Pius pápa, mivel, idézem, a gazdasági társadalmi fejlődéssel párhuzamos gazdagodásból úgy kell részesíteni az egyes embereket és csoportokat, hogy ne szenvedjen hátrányt a 13. Leó értelmezésében tekintett közérdek, más szóval, hogy a társadalom egészének java, a közjó sértetlen maradjon. A társadalmi igazságosságnak és jogszerűségnek ez a törvénye tiltja, hogy az egyik osztály elzárja a másikat a termelés növekvényében való részesedéstől. A Quadragesimo Anno 57. pontja. A munkásokat az enciklika tanítása szerint ki kell emelni proletárlétükből, amelynek meghaladását a munkások tulajdonhoz jutása kell, hogy biztosítsa. Ezért minden erővel és elszánással arra kell törekedni, idézem ismét, hogy a megtermelt javak legalább ezentúl csak a méltányos arányban halmozódjanak fel a gazdagoknál, és megfelelő bőségben áramoljanak azok felé, akik megtermelik ezeket. Ez a 61. pontja az enciklikának. És az igazságos bérért is szót emel, a munkásnak annyi bért kell fizetni, amennyi a maga és családja megfelelő fenntartásához elégséges. És a társadalmi igazságosságról pedig azt írja a pápa, enciklika 74. pontjában idézem, az elgondolásokat és célokat a lehetőségek szerint összhangba hozva úgy szabályozzák a béreket, hogy a lehető legjobban, legtöbben találjanak munkát és szerezzenek szükségleteiknek megfelelően elégséges jövedelmet. Vagyis hát a gazdaság működésének alapelveiként ezt a két elvet szögezi le a pápa. Ennek a megvalósításához a gazdaságban fenntartható, azaz tartós, jó struktúrában végbe menő, hosszú távon finanszírozható és környezetbarát növekedésre van szükség. Hát ugye éppen napjainkban annak vagyunk tanúi, hogy a jelentős humántőkével, jól képzett munkaerőállománnyal rendelkező, nagy hozzáadott értéket teremtő kis országok szerepelnek sikeresen a világgazdaságban. A világ versenyképességi riportjának a legutóbbi kötete azt tartalmazza, hogy a 10 legversenyképesebb ország közül a világon 6 kis ország szerepel. Az első 5 között a második helyen álló USA-n kívül rendre kisméretű, de magas teljesítményű országok szerepelnek, amelyek jó földrajzi helyzetüket és humántőkéjüket és felhalmozott beruházási tőkéiket jól kihasználják. Ezek Szingapúr, Hongkong, Hollandia és Svájc. Itt egy érdekes dolog, hogy a magasan kvalifikált munkaerő iránti kereslet gyorsabban növekszik, mint annak kínálata.
Ezért az oktatást, a kutatásfejlesztést, az innovációt előtérbe helyező és ösztönző gazdaságpolitikára van szükség. A globalizációról és az állam szerepéről más összefüggésekben már elég sokat beszéltünk. Én most azt emelném ki, hogy a globalizáció helyébe a keresztény univerzalizmus, keresztény egyetemességet kell állítanunk, és azt, hogy a család, a közösség, a nemzetek és a nemzetközi együttműködés egymásra épüljön. Vagyis a család megerősítésétől, az erkölcsi rend megerősítésétől, a közösségépítéstől és a nemzetek jó gazdaságpolitikájától függ a felemelkedés. Ezt kell belevágyazni egy észszerű, világméretű kooperációba. Sajnos a napjainkban éppen azt látjuk, hogy a konfliktusok békés, egyeztetéses megoldása helyett az erőszak és a háború milyen szomorú pusztításokat végzett. A gazdasági megújuláshoz, ha a világdimenzióban nézzük, akkor a fő kérdés, hogy lehetséges-e és szükséges-e a gazdasági növekedés korunkban, nem terheli-e meg végzetesen a földünket? Lehet-e egyáltalán tartós, hosszú távon fenntartható növekedés véges, korlátos erőforrásokkal rendelkező földünkön? A válasz lényege, hogy a bruttó értékteremtés, bruttó hazai termelés növekedése úgyis végbe mehet, sőt egyre inkább úgy kell megvalósítani, hogy a termelés értéke ne többletanyag és ráfordítás energia felhasználás mellett történjen, hanem ugyanannyi, vagy egyre kevesebb nyersanyaggal és egyre gazdaságosabb energiafelhasználással állítsunk elő egyre több hozzáadott értéket, kvalifikáltabb munka révén, azaz tudásigényes termeléssel. 100 egységnyi előállított értékben egyre kevesebb legyen a nyersanyag és az energia értéke, és minél több a hozzáadott érték. Így a nem anyagi termelés és szolgáltatások értéke és aránya nőhet a bruttó hazai termékhez viszonyítva. Korunkban egyre indokoltabb a növekedésen a fenntartható fejlődést érteni. Hát ennek megvalósítása elég nehéz. Minden esetre a körülöttünk épülő és Magyarországon megújuló gazdaságban mik is a fő tényezők? Az egyik a növekedés és egyensúly tartós biztosításának kérdése. Hát jól tudjuk, hogy a talprálásban idén második fél évben Magyarországon volt a legmagasabb a növekedés az Európai Unióban, és mindezt úgy, hogy közben az egyensúlyt is igyekeztünk megőrizni, sőt aktív külkereskedelmi mérlegünk lesz idén is, tehát többet exportálunk, mint importálunk. Na most ennek nagyon sok tényezője van, a reálszféra és a pénzügyi szféra viszonyától nagyon sok függ, látjuk a mindennapi életünkben. A támogatás, lakástámogatás, ingatlanszerzés támogatása nagyon jó, de látjuk, hogy 2-3 év alatt megduplázódtak az ingatlanárak, hát helytől és földrajzi térségtől nagyon különböző mértékben, de azért mégis a kereslet növekedésével a kínálat növekedése nem tudott lépést tartani, és ez jelentős, néha drasztikus áremelkedésekhez vezetett az ingatlanok piacán és az építőipari anyagok piacán egyaránt. A másik kulcskérdés a fogyasztás észszerűsítése, hogy lokálisan és nemzeti szinten törekedjünk a helyi termékek fogyasztására. Kérem szépen, jelenleg a sokat emlegetett ugye GDP növekedés éves szinten is 6-7% között lesz. Ez 6-7%-os piacbővítést is jelent, igen ám, de a fogyasztásunknak a 80%-át importból fedezzük. Vagyis elsősorban a jövedelemnövekedésünk is ilyen arányban importtermékek felé áramlik. Ha ezt sikerülne akár csak 5-10%-kal is eltolni pozitíve a hazai termékek javára, nagyon jelentős átrendeződés és szerkezeti javulás mehet végbe. A másik a hűtés, fűtés kérdése, hát ugye meleg nyarakon egyre több légkondicionáló
fogyaszt áramot és hűti a lakásokat. Most kérem szépen, az USA-ban ez már odáig ment, hogy az ingatlanok több mint 80%-át nyáron 20 fokra lehűtik, és télen pedig 25 fokra felfűtik. És így nyáron már több energia fogy hűtésre, mint amennyi télen fűtésre, pedig hát ugye az USA-ban elég kemény telek vannak. Vajon nem lehetne inkább nyáron elviselni 25 fokot, és télen a 20 fokot? Tehát látjuk, hogy az emberi cselekvésnek nagyon fontos tényezői vannak. Ugyanígy a közlekedésben a közösségi közlekedés preferálása igen jelentős, 20-30%-os fajlagos megtakarítást tesz lehetővé a benzinfogyasztás, illetve közlekedési energia fogyasztásában. És ráadásul ugye a közösségi közlekedésnél ugye a parkolási gondok, dugó, egyebek szintén kevésbé vagy nem merülnek fel. Érdekes arra gondolnunk azért, hogy a villamos energia előállításában a fejlett technológiájú Németország is közel 30%-át, pontosan 29%-át még szénből állítja elő. Vagyis a villamos áram a fogyasztásnál már előtérbe került, de amiből előállítják, abban az igen környezetterhelő szén még 29%-os arányban szerepel. Hadd jegyezzem meg, hogy a magyar villamos energia előállításában 40-50% közötti arányban szerepel a paksi atomerőmű, tehát a nukleáris energia. Az osztrákoknál a környezetbarát kis erőművek szerepelnek a vízi energiaellátással, így a legkörnyezetbarátabb energiaellátás Ausztriában és Svájcban valósul meg. Franciaország ellenben a nukleáris energiára épít továbbra is, és több mint 70%-ban nukleáris energiából származik a villamos energiája. Hát így ez a néhány gondolat az energetika teréről. Ami a magyar növekedés, fejlődés egy kulcskérdése, ez a családpolitika, amelynél a gondoskodás a gyermekekről, az otthonteremtésről, az ingyenes tankönyvekről és étkezésről, az egyetemi főiskolai ösztöndíjak és a nyugdíjba mentek számára pedig az igazságosabb nyugdíjrendszer fontossága és ennek érdekében a 13. havi nyugdíj visszaépítése, visszaadása nagyon-nagyon fontos szempont, az életszínvonal, a társadalmi igazságosság és a gazdasági megújulás szempontjából egyaránt. Azért, mert a gyermekesek is, a nyugdíjasok is észszerűbben költik el a jövedelmüket, tehát a középosztály erősödése, családrendszer, hiszen sok nyugdíjas nem magára fordítja a kapott támogatást, hanem azzal is gyermekeit segíti, tehát a családi kohéziót, a jövendőt erősíti. Ha hosszú távon nézzük a kilátásainkat, abban ma kell beruháznunk, és nagyon helyes, hogy mind a családok, mind az állam egyre többet fordít a képzés, szakképzés támogatására. Ez a fő útja annak, hogy termelékenység növekedjék, a nagyobb termelékenység nagyobb értékteremtést jelent, és ez dönti el nagyon nagy mértékben a jövőt. Igen ám, de ebben ma kell beruházni, és az eredmények csak 10-15 év múlva jelentkeznek. Tehát, ha több orvost szeretnénk, több ápolót szeretnénk, akkor a középiskolai oktatás ugye 4 évig tart, utána ugye sok éves képzés, szakképzés következik, tehát az igazi hatások 10-15 év alatt bontakoznak ki. Másrészt az oktatás nem közvetlenül térül meg, hanem a humántőke a jobb munkaerőpiacon keresztül. Az etikéket összefoglalva azt tartom fontosnak, hogy a keresztény értékrend alapvető iránytűt, támpontokat nyújt az emberhez méltó jövő alakításához. Más tanulmányaimban és előadásaimban is próbáltam azt hangsúlyozni, hogy a gazdaság túlmutat önmagán, az embert kell szolgálnia. A Jóisten a teremtett világot az emberiségre bízta, hogy a természet értékeit és javait megbecsülve úgy éljenek és alkossanak, hogy a Jóisten munkatársai lehetünk és legyünk egy emberi világ építésében. A gazdaság akkor működik jól, ha úgy használja és hasznosítja a természeti környezetet,
hogy a megújítható felhasznált erőforrásokat pótolja, tehát az erdőgazdálkodáshoz az erdősítés, parkosítás is hozzátartozik, és a meg nem újítható erőforrásokkal pedig különösen örültekintően bánjunk. Ez konkrétan azt jelenti, hogy minden generáció gondoskodjon arról, hogy ne rontsa, hanem inkább javítsa a következő generációknak az életfeltételeit és környezetét. Kimutatható, hogy az erkölcsi értékrend, az etikus magatartás, a gazdaság, a társadalom és a természet állapota között kimutatható szoros összefüggés áll fenn. Az életminőségünk egyre körszövetlenebbül függ a környezet állapotától. A környezetszennyezés csökkentése, különösen a káros és a mérgező anyagok kibocsátásának nagymértékű visszaszorítása mindannyiunk elengedhetetlen feladata. Magyarország ebben is igyekszik az élbolyba tartozni. Például, hogy 2050-ig a környezetszennyezésnek a nemzetközi szerződésekben megjelölt céljait Magyarország az elsők között fogja teljesíteni. A fejlődés túlmutat a növekedésen, egyre több értéket egyre gazdaságosabban kell előállítani. Vagyis a munkaerőt jól kell hasznosítani, és akkor egyre inkább előtérbe kerülhet a Maslow-i értékpiramis szerint, hogyha az anyagi gondoktól minél mentesebben egy szélesedő középosztály jön létre, de akkor ugyanakkor a megújítással, a gazdasági megújítással párhuzamosan erkölcsi, szellemi, gazdasági, társadalmi érték megújulásra és azonnak a becsületes képviseletére, megvalósítására van szükség. Ehhez a keresztény értékrend alapulvétele és érvényesítése elengedhetetlen. Az értékalapú társadalmak egyébként a bűnözés csökkenésében, a pazarlás csökkenésében is élen járnak. Ennek történelmi példái között szerepelt régen pozitíve Svédország és Hollandia, ma éppen az ismert problémák és a migráció negatív hatásai következtében súlyos nehézségeket tapasztalunk. Magyarország ezért, amikor saját társadalmát építi, saját gazdaságát is úgy építse, hogy az emberek, polgáraink és az nemzetközi együttműködésben pedig a V4-ek együttműködését is erősítsük. Vagyis a keresztény értékek igenis szerepet játszanak, reméljük növekvő szerepet a gazdasági megújulásban. Minden istenhívő, jó akaratú, jót cselekvő embertársunkkal, minden néppel, nemzettel közös a föld, az otthonunk, és közös hazánkra van az Isten szívében. Üdvözlégy, oltári szentség!